Hát nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, minden kedves nézőt, régieket és újakat. Különös szeretettel köszöntöm a fiatalokat. Ugye egyre többen kezdenek el beírogatni kommenteket, és hát ugye innen tudom, hogy fiatalok mivel beírják, hogy ők még fiatal generációból száma valók, ugye. És hát remélem, hogy a régieknek pedig a továbbiakban sem fogok túl sok csalódást okozni. És hogy ezt bizonyítsam, hogy most sem fogtok csalódni, két nagyon érdekes számomra is, meg mondom ti számotokra is, két nagyon érdekes ételt fogok ma készíteni. És a lényege, hogy nagyon egyszerű, gyors és nagyon finom. Na most, konzervételek, konzerv. Ugye megoszlanak a vélemények a konzervekkel kapcsolatban. Hát nem mindenki van oda, értjük, hogy a konzervokért. Holott, hát ez valami egy áltság, ugye, a cégek, hogy ezt el is kell fogyasztani. És hát bizony, vannak fenntartások, stb. De eleve a konzerv, konzervált zöldségeket, babokat, bármit jól is készíteni. Ugye, ennek jártam én ma utána, és találtam is megoldást. Ezt szeretném most megmutatni, jó? Szóval, úgy kezdjük, hogy vaj, margarin vagy spread. Ezzel nyitunk, addig kaja lesz. És ide pedig raktam már vizet, és egy húsleves alap, vagy húsleves kocka, vagy egyéb ízesítővel, ugye, megízesíted ezt a vizet, és hát felfőzöd. Ez itt konkrétan a sült csirke alap, a roasted chicken base. A vajat ugye felolvasszuk, egy kis extra virgin olívaolajat teszünk ide, bele egy 2-3 evőkanállal, és már is beletehetjük a előre össze, apróra összevágott egy fej, közepes fej vörös hagymát, és elkezdjük dinszelni. Szépen megolvad mindjárt a vaj. Mondom, nagyon egyszerű dolgunk van. Ezt itt fel kell, hogy oldódjon. Remélem, jól látszik minden. Alright. Közben azért itt a második kajához is készülök elő. Ez 2 darab bujka kolbász, megmostam. És ugye a lényeg a zöld bab, amelyet ugye leszűrünk. Leszűrünk. És lemosunk. Oké. Jó, és hagyjuk lecsurogni egy kicsit. És hagyom addig. Amíg ott készülődik a kaja, addig ezt a kolbászt nem kell túl vékonyra. Ugye feldarabolom. Felkarikázom. Na, szuszu, szerencséd van, egy leesett, gyere. Ezt megeheti. Oké, ez kész is van mindjárt. Alright. Jó, egy pillanat, hogy mi ez. Butterball, türki. Ez füstölt, kemény fával füstölt, ugye, pulyka. Pulyka húsból készült kolbászról van szó. Tehát ugyanannyi hagymát tettem ebbe az edénybe. Teszem az olajat. És dísztenem. Egy másik kanál. Jó. Szóval két szálon futnak az események mégis, mert most mire várjak, hát elnézést, de... Lereszeltem 6 gerezd fokhagymát,
felét ide teszem, a másik felét oda. Tehát 3-3 gyeresz fog, már beszélünk. Amelyet egész megbarnulásig, tehát amit meg nem pörkösödik a fokhagyma, ugye magyarán mondva ne legyen nyers, mert nem kell, hogy nyers maradjon, sőt, inkább az a béke, tehát meg legyen kicsit sütve, az a előnyös ízhatás kell nekem most. Vagyis annak az ízhatásnak jóval nagyobb erőnye van, ugye ezeknél az ételeknél most. Tehát erre törekszek, hogy kicsit meg is pirítsam a hagymákat, ne csak, hogy csigyák olyan díszteljem. Hát, vigyázni arra, hogy oda ne égess. Gyerekek, a múltkor úgy oda égettem egy kaját, nem is. Egy pillanatra gondolom, fölveszem nektek megmutatni. Oda raktam itt a kaját, azt kimentem festeni. Erre hallom a riasztó rendszer beriasztott. A füst, minden büdös. Edényel együtt dobta be. Úgyhogy van ilyen. Na, haladunk? Nézzel, amilyen. Most már, ugye, mind az egyik általam nagyon-nagyon tisztelt riporter mondja, hogy hát ugye a tévé nem tud szagokat közvetíteni, hát sajnos én sem tudok, de jó lenne. Illatokat. Ott szagok voltak, itt illatok vannak, gyerekek. Jó. Ez már jó. Alright. Na most, mit csinálunk? Ide készítem a babot. Vigyázat, itt is már. Nézd oda. Ez az. Kritikus pillanat azok. Itt ráteszem a kolbászt. Már is elkeverem. Egy pillanatra le is hűtti, tehát itt már megvan a pirított hagymám és a fokhagymám, és megsütjük a kolbászt. Itt pedig megvan a pirított fokhagymám és a hagymám, és ráteszem a zöld, a lesurgatott zöld babot. Oda néz. Gyerekek, megy itt minden. Közben megérkeztek Éviék, Szofia kisasszony. De azt kérdezték, hogy a Szofia lány, a leányunk, hát meg kell nézni a régebbi videókat. Melo. Tudom, itt van. Ja, mondja Évi, hát majdnem, hát ő a mi kis leányunk, kis unokánk. És hát imád itt lenni velünk, itt van neki saját szobája. Hát ez csak azoknak mondom el, akik nem tudják. Gyakorlatilag itt is lakik, velünk is. Mert így tudunk segíteni a fiaméknak, hogy tudjanak többet dolgozni, csináljanak egy kis pénzt. Azzal, hogy leveszünk a vállukról különböző gondokat, és vigyázunk a Szofira, aki itthon van ebben a házban is. Saját szoba, ellátásban, minden teljes ellátásban. Na, gyerekek, nézd oda! Megsült a kolbász is, úgy látom, nézd, milyen gyönyörű színe van. Na most. Piros paprika, egy olyan evőkanálnyi, nagyon szép spanyol piros paprikán van. És itt van ez American baked beans, amerikai sült bab konzerv. Tessék, pork and beans. Tehát állítólag disznóhús is van benne, de nincs. És ezt rá is teszem. Right. Ez az étel egyébként gyakorlatilag mondhatom, hogy a fiam számára készül. De én Évi nem fog belőle enni, mert kicsit baszakodott a gyomra utóbbi napokban, sok volt a nehéz kaja számára. És hát most ő mellőzi, sőt neki még ez sem. Majd mutatom, hogy ő mit fog enni, mit kap. Az egy harmadik étel, ez az aztán tényleg nagyon hamar meg lesz.
Na most ugye láttátok, sót semmit nem raktam eddig, úgyhogy most pótoljuk, ugye ez sós volt, és ezt egy kicsit higítom, mert egyébként akkor leragadna. Ugye, és most jön az érdekes rész, hogy ide is teszek. Ha nem ész, és felfőz. Alright. Mit szóltok hozzá? Eddig jó lesz, gyerekek? Ilyen baszarkányos ügyességgel készül az étel. Aztán, mivel a fiam szereti az erőset, ezért egy gondolatnyi cayenne pepper, tehát láttátok mennyi volt, megborondítjuk ezt a baked beans-t, American baked beans, hagymás babot, ugye itt. Hát azt nem mondom, hogy Bud Spencer sztár is, mert az ők ilyen hosszúra vágták a hagymát, de majdnem. Kicsit úgy, ugye hajadzik a dolog. Na és itt pedig ugye teljesen puhára, szinte majdnem, hogy krémesre, hát azért krémesre nem, de szóval bátran főzzük. Most már ugye, és mindig, ahogy veszíti a vizet, teszünk hozzá egy keveset. Alright. Pár percről van csak szó. Szóval, paradicsompüré, nézd meg mennyi? Ennyi. Paradicsompüré, ennyi. Telefonom, ki az, nézd meg, légy szíves. Tudom én. Ha? Hét, valamennyi. Hét, az idegen szem. Jó. Eldolgozzuk ezt is. Ennek sűrűnek kell lenni tulajdonképpen itt. Fűszerezés, semmi különös. Ugye, black pepper, fekete bors, egy kevés. Ide talál egy gondolatnyi. És ennyi volt az ő, ennyi az össz fűszerező, gyerekek, semmi más. Nincs se oregano, semmi. A színe is jó, ugye a paradicsom püré adott egy kis szint. Most jön egy olyan rész, amitől megfogtok, ugye, hogy is mondtam, hogy ennél a résznél nem leszel észre, fogtok dobni egy dupla leszúrt Ritzbergert. Most jön, figyelj! Mégpedig ugye cornstarch, kukorica keményítő, így, még egy pici, és víz, amellyel, ugye, remélem jól látszott. Forgunk, gyerekek, most már igyekeznem kell, mert itthon vannak, és hát el kell készüljön a kaja. Alright. Nem egyszerre, hanem fokozatosan tesszük hozzá. Jó. Be kell állítsam ugye, hát a végülis a, mit tudom én, mint hogy az a főzelék, de egy ilyen kis szaft dolgot. Besűrítjük egy kis. Jó, ez így ennyi elég is lesz. Ide is teszünk egy keveset, még sűrűbb legyen. És ez már így jó, ahogy van. Ennél nem kell, hogy sűrűbb legyen. Színe is jó, illata is. Ja, ez kész. Kolbászos hagymás bab, lezárom. Ez is mindjárt oda néz, besűrűsödött gyönyörűen. Ez is kész. Haladunk. Gyerekek, mit szóltatok hozzá a két kajához? Mind a kettő kész. Só ugye, az ebbe volt. Gyakorlatilag ebbe beledobsz egy marék tésztát, és ott van egy ilyen húsleves alapba, egy kis tésztaleves. Petrezsemzőt, stb. Ja, ez még úgy látom, egy kicsit sűrű. Úgyhogy, ja. Még egy kicsit meg. Na és hát látjátok, főzelék helyett, itt van. Ja, így ez jó lesz, most lesz jó.
Hát igyekeztem mutatni folyamatosan. Remélem, hogy elnyerte a tetszésteket ez az étel. Oké. Ez egy jó borsos kolbász, gyerekek. És itt pedig a krumpli nudli. Locsi. Amelyet ugye... Na, bénáskorog ebbe lesz. Ebbe leteszünk a forró vízbe. Csak pár perc alatt ugye feljön és kész is. Ez tulajdonképpen megvan már főzve. Jó, mindjárt kész vagyunk mindennel. Kimazok van belül. Oké. Oké, szóval készen van a krumpli nudlu és a nocsi. Itália nocsi. Ennyi. Nos kérem, 3:30 kezdtem, 4:30 van. És itt van 1, 2, 3, 4, 5 féle étel egy óra alatt. Mit szóltok hozzá? Ugye? A mákos nudli, diós nudli, tojás kolbásszal, American baked beans, sausage, green beans, és együtt gondol az Évi, hogy ő megkóstol. Hát nézzük, miből élünk. Egy rövid kóstolás jön. Te is kóstolhatsz, ha akarsz. Igen. Ez nekem sortlan egy kicsit. Azt lehet pótolni, Évinek biztos, hogy nem lesz sortlan. Jaj, de finom! Tökéletes, gyerekek! Jaj, ez nagyon jó! A másik is nagyon jó! Nézzük a nudlit. Már ez bele van keverve a cukor. Ha igen. Krumpli nudli mákkal. Igen jó, diós. Igen, az a Szopi eszi meg. Nagyon finom lett minden. Hát ez ilyen jól összekapkodott videó lett, de remélem tetszett. Különösen ezt a részt merem ajánlani, meg ezt az elkészítésre. Próbáltok meg. Sok sikert kívánok hozzá, és jó étvágyat. Janiék voltunk Floridában. Bye-bye!